Ada lakosainak száma 23 ezer és 229 négyzetkilométer kiterjedésű. A történelem folyamán sokféle nép fordult meg ezen a tájon. Éltek itt hun, szkíta törzsek, szarmaták, avarok, szláv és magyar törzsek, az Osztrovó ér, Petrina bara, Pesz ér, Csanálos völgyi ér, Aranka találkozásánál a mocsárvilágban. Ada területe már a neolit és a bronzkorszakban lakott volt. Ezt bizonyítja az ásatások folyamán feltárt számtalan neolit és fémkorszaki eszköz, fegyver és ékszer. A mohácsi vész előtt nem említettek ezen a vidéken Ada nevű települést, viszont számon tartanak egy asszonyfalva, Peszér, Bánfalva és egy Petrina vagy Petrinac nevű helyiséget. 1308-ból pedig Kisad elnevezéssel találkozhatunk. A Dézsma jegyzékben 1521-ben 22 adózó házzal említik Azseny falvát, mint köznemesi birtokot. 1420-ban Osztrovót talán cseh husziták alapították, de elpusztult. 1526-ban asszonyfalvát, Petrinát a török lerombolta, felgyújtotta, a lakosság elmenekült. A török megszállás idején délről menekülő szerb pásztorok húzták meg magukat a nádas mocsárból kiemelkedő szigeten. Földbe vájt kunyhókban, a törököktől való rettegésben éltek itt, Adicának, szigetecskének nevezve a menedéket nyújtó földdarabot. A török Ada néven tartotta számon. 1694 táján Arzen Crnojevics délről menekülő szerbjeiből egyesek Osztrovón, mások Adán telepedtek meg. 1697-ben a már ott levőkhöz egy újabb csoport társult. 1700-ban tiszai határőrvidéki katonai helység vagy sánc lett Ada. Az 1751-ben történt katonai határőrvidék feloszlása után Osztrovó vagy Ada kiváltságos Tiszán inneni korona kerületté lett. Közben az elhagyott területek benépesítésére és művelődésére 1750-ben magyar lakosok és velük együtt szlovákok is érkeztek a nagy telepítések során Pest, Heves, Nógrád, Hont, Szepes, Trencsény megyékből. Az egykori Adica, Petrina, Osztrovó és a Tobán városrészek mellett benépesült a Barapart, a Sándor falu rész is. Az 1800-as években épült ki a Beltér, 1836 után a Felvég. 1890 táján Gunaras, amely a legfiatalabb rész, valamint Macedónia, amely még ma is épül, szépül. A község neve 1762-ben lett véglegesen Ada. A település címere ebben az időben egy egyenesen álló földműves, jobbjában kardot emel magasra, baljában egy leeresztett szántóvasat látunk. A lakosságot halászok, földművesek és állattenyésztők képezték. A 19. század elejéről jelentékeny számú kézművest, iparost említenek a céhiratok, működtek borbésebészek, takácsok, csizmadiák, szabók, fegyverkovácsok, malmosok, molnárok, serfőzők, szappanfőzők, lakatosok, kerékgyártók, asztalosok, kötélgyártók, olyan mesteremberek, akiknek a termékére a földműves pásztorkodó lakosságnak szüksége lehetett. A lakosság köreiben kereskedők is tevékenykedtek. Számtalan intézmény, egyesület és haladást szolgáló eszköz lopja be magát Ada község szívébe. Így 1845-ben gyógyszertár, 1853-ban postaállomás, 1856-ban kórház, 1860-ban olvasóegylet, 1868-ban gőzhajóállomás,
1870-ben távíróállomás, 1872-ben takarékpénztár, 1873-ban ipari tanonciskola, 1874-ben ipartársulatok, 1876-ban óvoda, 77-ben méhészegyesület, 81-ben kövesút, 85-ben mezőgazdasági iskola, 89-ben vasút, 1904-ben telefon, 1911-ben villanyvilágítás létesül. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a kistelepülés kulturális fejlődéséről sem. Ada kulturális életének vezető egyéniségei. Ada mai könyvtára a község tudós szülöttének, Szarvas Gábornak nevét viseli. 1832-ben született. Nyelvész. A Magyar Tudományos Akadémia tagja. A magyar nyelvtörténet és nyelvművelés kérdéseivel foglalkozott. Megindítója és szerkesztője a Magyar Nyelvőr című folyóiratnak 1872-95-ig, bekövetkezett haláláig. Tiszteletére az Adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület megrendezi a nyelvművelő napokat, ezzel is leróva az utókor megbecsülését, tiszteletét. Ada és környéke a 19. században a tiszamenti földmunkás és munkás mozgalom központja. A mozgalmak vezetőinek emlékét szobrok, emlékművek őrzik. Urbán János szintén e község szülötte. Megírta Ada község krónikáját kétkötetes munkájában a Tűzszigetben. Laták István 1910-ben született. Volt hivatalnok, gyári munkás, szerkesztette a Híd című irodalmi folyóiratot, író, a Szabadkai Népszínház igazgatója 1970-ben hunyt el. Az Adai Szent Háromság katolikus templom. A mai plébánia 1760-ban alakult meg, ugyanis előtte az egyházközség Zentához tartozott. Az Adai katolikus templom a Szent Háromság tiszteletére épült 1795-ben. Mostani alakját 1879-ben kapta, amikor megnagyították. 1909-ben festették először belülről, utoljára pedig 1966-ban. Az oltárkép Tán Mór gyönyörű festménye. Érdekességeihez tartozik még a kör alakú kórus, a galéria kórus. Az építmény hossza 44 méter, szélessége 16,5 méter, belső magassága 17 méter. Kinézete több stílust foglal magában, ám többnyire a barokk jut kifejezésre. Eredeti tornyát 1958. augusztus 20-án a nagy szélvihar ledöntötte. Ez a szerencsétlenség a bérmálás napján történt. A ma is létező vaskonstrukciós tornyot 1971-ben szerkesztették. A templomnak 4 harangja van, a legnehezebb 788 kiló, a legkönnyebb pedig 280 kiló. Misézéskor villanyorgonán kísérik a hívők énekét. Csak a szépre emlékezem az első boldog nyárra, két csillag a két szemedet, fény lett az éjszakában. Ma nem ragyog a csillag felé, a régi fényre várnék, mely nekem csillogok rég. Rád gondolok, amikor az orkod a virágzik nyár elején, amikor a rózsapád köszönök sugár játszik, rád gondolok én. Szerettél-e, nem kérdezem, ezt elárult a csókod, amelynek lángja most itt számon ég. A képet félte őrzöm én, a lelkem rejtett mélyén, csak a szépre emlékezem, amíg énekél. Én, hogy visszahoz a szerelem, olyan jó, hogy itt vagy újra te velem. Az a csillag csillogó két szemedem, újra rám ragyog már.